sok szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket, vendégeinket a délelőtti órában. Isten neve dicsőítésére énekeljük együtt énekeskönyvünk 80-as számú énekét. Ó, mi kedves név ez Jézus, a 80-as számú ének. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg szent és nagy neved, a te kegyelmedért, szeretetedért, óvó karadért, és mindazért, hogy ezen délelőtt órában itt lehetünk a te lábadnál, hallgatva a te ígéidet. A mi imádságunk az, jó Istenünk, hogy maradj közöttünk, taníts bennünket, áld meg a te ígédet, áld meg a te szolgádat, aki által akarod üzenni hozzánk a te ígédet. Adj nékünk mennyei bölcsességet, hogy megértsük valójában a te igazságodat, és aszerint éljünk, hogy a mi életünk sietesse a te eljöveteledet. Áld meg a gyülekezetet, áld meg az énekart, egy gyülekezetnek fiataljait, áld meg, Urunk, egy gyülekezetnek gyengéit, akik meggyengültek a hitben.
ne hagyd el őket. A te neved legyen dicsítve mind örökké, mert méltó vagy rá, hogy meghallgatsz és velünk leszel, és meg fogsz segíteni. Amen. Testvéreim, figyeljünk meg egy pár kijelentést. Megérkeztek a következő negyed évre a tanulmányok. A déli órában, a délután átvesszük Nagy Józsi testvérünknél. A jövő héten, ahogy szoktuk, már gyakoroltuk, Kozmán Márta testvérnél fogunk imádkozni. A gyülekezet ezért imádkozik. Szeptember 23. és 24-én a könyvesboltunkban a bibliák úgy román nyelven, mint magyar nyelven lesznek csökkentett árba. Tehát szeptember 23 és 24. Hosszabb időtartalmat lesz nyitva, úgyhogy akit esetleg érdekel, elmehet és megnézheti és vásárolhat. Tehát csökkentett árba lesznek. Vasárnap és hétfőre esik ez. Szeptember 23 és 24. Tehát ott lesz a testvérnőnk, reggel 8-tól nyit, és akit érdekel, elmehetünk. Nem, a könyves üzletbe, a Sola Scriptura, ahol volt a Szecsera régen, amellett, közvetlen. Nem tudom az utcát, a címet nem tudom. Igen, a Volt Ocellu. 1. decemberje, numero 6. 1. december, piaca. 1. december, 6 szám. Most figyeljük meg a tizedér a felolvasást. Mikor Jézus hív, az egy szövetséget is feltételez, ami bele, mint az életünk urával kell megkötnünk. A Szentírás beszámol Máté és Filipp elhívásáról. Jézus így szólt hozzájuk. Kövess engem, és a Szentírás azt mondja, hogy a két tanítvány hajlandó volt Jézust követni. Jézus követni annyit jelent, mint életpálya példája és tanításai szerint élni. Ahhoz, hogy őt követni tudjuk, előbb le kell mondanunk minden más dologról. Jézus megtanította az embereknek, mit jelent igazi tanítványnak lenni. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Ez a bűnről való teljes lemondás feltételezi, és teljes ráhagyatkozást Isten kezére. Csak a Szentlélek érintheti meg az ember lelkét, felébresztve lelkiismeretét és átformálva életét. A megtérés végleges elfordulás minden tévesnek mondható gondolattól, cselekedettől, szótól vagy szokástól. Belső változásról van szó, amit a Szentlélek munkája folytán következik be. Ma a felajánlott adományok és tized által kifejezzük hálánkat Jézus csodálatos kegyelme iránt, ami által megváltoztatta szívünket. Amen. Összegyűjtjük a tizedet és az adományokat.
Drága Istenünk, tele van a mi szívünk hálával, hogy nap mint nap érezhetjük a te szeretetedet, gondviselésedet, jóságodat. Megköszönjük a mindennapi kenyerünket, a munkahelyünket, az egészségünket. Köszönünk minden jót, amit te tőled kapunk. Megköszönjük, hogy itt lehetünk, és együtt ünnepelhetjük a te szent nevedet. Kérlek, fogadd el szeretettel a jó szívvel hozott adományokat, és add, hogy a megmaradt részel is helyesen sápárkodjunk. Kérlek, formázz bennünket a te akaratod szerint, hogy szavakkal, cselekedetekkel úgy csináljunk, ahogy te szeretnéd a legjobban. Kérlek, légy az időseinkkel, a betegeinkkel, de hozd áldást az egész gyülekezetre. Légy az ige szólóval, és add, amit hallunk, fontoljuk meg, és tudjuk felhasználni a mindennapi életünket. Légy mindazokkal, akik bánynak a te szeretetedre és gondviselésedre. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat. Áldva legyen a te szent neved, most és mindörökre. Amen.
Szeretettel köszönjük az egybegyűlt testvéreket, testvérnőket, tagokat, vendégeket. És mielőtt az elmélkedésünkre rátérnék, szeretném átadni a türgunyamci közösség testvéri üdvözletét. Mi nem vagyunk ilyen sokan, mint itt az egybegyűltek. 52 tag van, de abból körülbelül 40-42-en látogatják rendszeresen a gyülekezetet. De aki el akar jönni a gyülekezetbe, az már 9 órakor ott van. Ezt nem szemrehányásképpen mondom, csak nálunk az a szokás, hogy 9 órakor kezdődik az imaóra, és aki elhatározta magát, hogy jön a szombaton az imaházba, az már 9 órakor ott van. Másképpen a szombatnak minden egyes perce, az legyen péntek este, vagy szombaton reggel, ugyanolyan szent, mint a szombat többi napja is. Hálával tartozunk a Jóistennek azért, hogy olyan előjukban részesít minket, hogy egészségben vagyunk, el tudtunk jönni, és még imaházunk ajtaja nyitva van. Nagy előjogunk az, hogy vallásszabadság van, és senki semmiért nem zavar. Akár mit mondhatunk, akár milyen könyvet adhatunk, akárkit hívhatunk, akárkivel beszélhetünk, senki nem zavar semmiért. Nem lehet tudni, hogy meddig tart még ez a vallásszabadság. Még nem lehet tudni, hogy meddig tart ez a nagy szabadság. De ez az előjog arra kéne késztessen bennünket, hogy felkészülhessünk a következő időkre, ami bennünket vár. Azt szokták mondani, hogy vihar előtt mindig szélcsend van, és aztán hirtelen jön a vihar. Jézus Krisztus azt akarja, hogy itt, egyházában tanítson, oktasson, közösségi életet élve felkészítsen bennünket a mennyei közösségi életre, és megtanítsa a keresztényi életnek alapelveit. Jézus azért hozta létre egyházát, hogy legyen egy nép, ami tudatában legyen annak, hogy van egy vezetője, valakihez tartozik, a nevét hordja, a hitét vallja, és a megfelelő világosságot szórja az emberek között. Jézus Krisztus, amikor eljött, ahol a legnagyobb sötétség volt az északi tartományokban, Galileában kezdte el munkásságát, hogy ott a nagyon sötétben élő emberek világosságot kapjanak. Isten azért rendezte, azért hívta el egyházát, és a világszerte szétszórta őket, a gyermekeit, hogy mindenütt világosság hordozók legyenek. Jézus egy feladatot bízott ránk. Azt írja a János evangéliumában, a 5. fejezet 39. versben, a szöveg nagyon ismeretes. Tudakozzátok az írásokat, mert ti azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. De nem azért kell tudakozzunk, hogy több írást tudjunk, hanem ezekben az írásokban meg kell kapjuk mit? Kit? Jézus Krisztust. Mert ezek az írások azok, amelyek bizonyságot tesznek én rólam. Jézus Krisztus földi munkássága idején is nagyon sokan tudakozták az írásokat, sőt, doktorált teológusok voltak a farizeusok között. De mit használt nekik az, hogyha csak az írásokat elméletileg ismerték, és Jézus Krisztust megtagadták és felfeszítették? Mit használt azt, hogy tartották a ceremoniális törvényeket, szigorúan sok szabályt betartottak, a szombatot pontra betartották, nagyon szigorúan, emberi rendeléseket tartottak, és Jézus Krisztus nem ismerték. Jézus Krisztus hiányzott szívükből. Mert Jézus szavai szerint az örök élet miben áll? Hogy megismerjük Jézus Krisztust. Jézus Krisztus ismerete nélkül nincsen örök élet. A mai délelőtti órában is Jézus Krisztus tanácsát figyelembe véve, tudakozzuk az írásokat, és ismerjük meg belőle Jézus Krisztust,
hogy mit cselekedett, hogy járt el, és mi a célja velünk is. Jézus a mai emlékezésünknek címa, hogy mennyire érdekli Jézust egyéni életünk. Mennyire fontos számára a mi egyéni sorsunk. És mennyire akarja Isten sorsunkat irányítani. Ez emlékezésünknek címe. És egy írás helyet fogunk használni, amiből meg akarjuk látni, hogy Jézus Krisztus mennyire be akar avatkozni életünkbe, mennyire akarja irányítani életünket. A kérdés az, hogy vajon mi mellette vagyunk, vagy mi akarjuk. Ő akarja, de mi akarjuk, ez tőlünk függ. Jézus Krisztus nem kényszerít senkit, nem erőszakol senkit, de mi hajlandók vagyunk átadni sorsunkat, életünket neki. Mi időleges kapcsolatban vagyunk Istennel, ez mit jelent? Sajnos nagyon sok keresztény ember egész héten el van foglalva munkájával, dolgaival, hétköznapi problémáival. És általában egyedül próbálja megoldani minden nemű problémáját. És mikor ez nem megy, akkor tanácshoz fordul, ismerőseihez, barátaihoz, esetleg a hivatalos személyekhez, és mikor semmiképpen nem megy, akkor esetleg Istenhez is fordul tanácsért. Pedig Jézus Krisztus azt akarja, Isten azt akarja, hogy minden mi problémájában, problémánkban hozzáforduljunk és tőle kérjük tanácsot. Mi szombaton általában eljövünk az imaházba. Meghallgatjuk a prédikációt, hazamenjünk, és miután letelt a szombatnap, újra folytatjuk a bágyott hétköznapi életünket, és ezért a kapcsolatunk csak időleges Jézus Krisztussal. Jézus azt akarja, hogy állandóan vele szoros kapcsolatban legyünk, ő vezesse életünket, ő tanácsoljon bennünket, hogyha ez így volna, akkor nem volna annyi kudarc, csalódás és megbotlás keresztényi életünkben. Isten jó néven venné, ha minden alkalommal hozzáfordulnánk. Sokan szülők vannak itt, és milyen, hogy esne a szülőnek, hogyha a gyermekei csak akkor fordulnának hozzá segítségül, amikor apám küld pénzt, mert pénz nélkül maradtam. Vagy anyám küld vasaltuhát és ennivalót, mert már elfogyott. De mikor van, akkor meg se kérdem a szülőket, hogy hogy vannak, mit csinálnak, hogy élnek. Csak amikor nagy szükség van, akkor fordulok hozzá. Isten is így van. Jó néven venni, hogyha állandóan minden apró problémáinkkal hozzáfordulnánk és zavarnánk, mert őt ön nem zavartatja magát. Isten be akar avatkozni életünkben, segíteni akar rajtunk, tanácsolni. Ez tőlünk függ, hogy engedjük-e vagy nem. Nemrég hallottam egy híres prédikátornak a megtérését, valószínű itt is ismerős, Niku Butoy nevezetű, aki Floridában él, prédikátor az ottani román gyülekezetben, de Romániából származik. Sokszor jön el ide Romániába evangelizálni. És ő elmondta, hogy 17 éves koráig egy hitetlen családban nevelkedett. Habár vallásosaknak nevezték magukat, ortodoxoknak, de semmi kapcsolatuk nem volt Istennel. Apja dicsőségnek vélt azt, hogy fia iszik, cigarettázik, még káromkodik is, kártyázik, rossz társaságban forgolódik, és mondta, hogy 17 éves koráig mindent megtanult, amit meg lehet tanulni a világból. Sosem volt náluk szó biblia olvasásról, imádkozásról, vallásosságról. És egy péntek este volt, ő érezte, hogy ez nem az ő világa. Érezte, hogy ő itt nem érzi jól magát. Érezte, hogy valami változás kéne. Érezte, hogy szükség van másra, de nem tudta a megoldást. És egy pénteken este, egy késő őszi péntek este ment, mert várták a barátai egy helyre. Ahol össze voltak gyűlve kártyázni,
várta a szeszes ital, és a cigarettázás. Zsebiben felpakolva két csomag cigarettával elindult a találkozó helyre. És egy időpontban úgy érezte, hogy mintha egy villanyáram megütné, és nem tudta egy lépés sem tovább menni. Mintha a földbe gyökerezett volna a lába. Elvesztette minden erejét, szinte leesett. Nem tudta folytatni az utat, és körülnéz, és mikor néz a bal oldal felé, látja, hogy pont az adventista imaház előtt találja magát. A községben adventista imázol, de ő nem is akart hallani az adventistákról, és nem is lépett be sose addig abba az imaházba. És azt mondja, hogy gondolta, hogy bemegy, de tudta, hogy még később kezdődik az istentisztelet pénteken este, és nem gondolta volna, hogy ilyenkor még van ott valaki, és nyitva van az ajtó. És megpróbálta a kaput kinyitni, és nyitva volt, bement. Utána benyitott az imaház ajtaját, és látta, hogy nincs bent senki, sötétség van, és leült az utolsó székre. Kicsivel később megérkezett a gyülekezetvezető is, üdvözölte, örvendett, hogy itt van, de azon kívül senki nem vette tekintetbe és számításba. Eltelt az istentisztelet, és ő úgy érezte, hogy meg kell változzon. Isten szólt szent lelke által, hogy így nem mehet tovább, és te egy új utat kell kezdeni. Persze barátai várták, ő hazament. És megmondta az apjának, másnap én megyek az adventistákhoz az imaházba. Az apja elkergette otthonról. De végül is megsajnálta a fiát, hogy elzavarta, az édesanyja kérésére visszafogadták. És ez volt az első találkozás az advent egyházzal. És azóta többet nem vált el sose attól. Tehát Isten bennünket vezetni akar. Isten be akar életünkbe avatkozni. A lényeg az, tőlem függ, engedem-e, vagy nem, hogy Isten vezessen. Az emlékezésünk alapgondolatát János evangélium a 6. rész első versétől olvassuk. János evangélium a 6. rész első versétől. Ezek utána elmenne Jézus a Galilei tengerre, a Tibériáson túl. És nagy sokasság követi őt, mivel hogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Felmenne pedig Jézus a hegyre, és leül le ott a tanítványaival. Közel vala pedig a húsvét ünnepe, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemeli Jézus a szemét, és látta, hogy nagy sokasság jön hozzá, mondta Filipnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar velük cselekedni. Felel néki Filip és mondta, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikük kapjon valami keveset. Mondta néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi az ennyi embernek? Jézus pedig mondta, ültessétek le az embereket, nagy fűvala pedig azon a helyen leülének, a férfiak száma szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vevé a kenyereket és a halat hálát adván ad a tanítványoknak, és a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala. Amint pedig betelének, mondta az ő tanítványoknak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. A történet ismeretes. Most próbáljuk egy más szemszögből megvilágítani, hogy Jézus hogy akarja életünket vezetni. A második vers szerint nagy sokaság követte Jézus Krisztust. Jézus Krisztusnak sok hallgatója volt. És 4 hallgatója volt Jézus Krisztusnak, mikor ő beszélt és prédikált. Egyesek az élvezetért jöttek. Élvezett hajhászok voltak. Érzékiességek. A szenzáció, a csodák vonták. És azért követték Jézus Krisztust, hogy minél több csodát lássanak, mert ez fellelkesítette őket. De ez csak egy szalmaláng volt. Miután elmúltak a csodák, és miután
hazamentek, mindent elfelejtettek. A második csoport, aki értelmi szempontból jött és hallgatta Jézus prédikációt, ezek az értelmiségek voltak, farizeusok, írástudók. Ők miért jöttek, hogy hallgassák Jézust? Azért, hogy kapjanak hibát beszédében. Azért, hogy megbírálják. Azért, hogy próbálják megszáfolni Jézus tanítását. Ez nem egyezik a hagyományokkal. Ez nem a mi tanításunk szerint van. Ez nem a hagyományok szerint van. És azért jöttek, hogy Jézust fogják szaván, és vádolják. Ők kételkedési jelleggel, szellemmel, lelkülettel jöttek. A harmadik csoportba azok tartoznak, akik érdekből jöttek. A halért és a kenyérért. Jézus mellett jó lenni, mert biztosítva vagyunk mindennel. Mind a három csoport lelkileg becsapva érezték magukat, és valamit vártak Jézustól. Sajnos, akik ilyen lelkülettel jöttek, nem kaptak semmit. Azért, mert az indítók nem volt őszinte, és ezek sose kapnak semmit. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi milyen érdekből jövünk az imaházba. Akarunk jó prédikációt hallani, ez nem rossz. De ha csak a jó prédikációval maradunk, abból még nem lesz hitélet. A gyülekezet ajtója nagyon sok jó prédikációt hallott, igaz? Már 40-50 éve, de csak ajtó maradt. Vágy testvérnő azt írja, hogy sokan a gyülekezeti ajtóhoz hasonlítanak, akik jönnek és mennek. És úgy mennek el, ahogy jöttek. És évek hosszú során óta jönnek, mennek, helyet foglalnak, de csak azok maradnak. Miért? Mert nem őszintén jönnek. Mert nem az igazi célt követik. Valami érdekből jönnek. És az utolsó csoport az őszinték, akik azért jöttek hallgatni Jézus Krisztust, mert meg akartak térni, meg akartak változni, és szükségük volt Jézus Krisztusra. Ez az egyedüli helyes indítók, hogy Jézushoz közeledjünk. Ezen alkalommal bármilyen hallgatósága volt Jézusnak, bármilyen okkal jöttek, mindegyiküknek egy közös problémájuk volt, és pedig az, hogy a nap véget ért, már este közeledett, és mind éhesek voltak. És Jézus Krisztus tudta ezt a dolgot. Jézus Krisztus mondhatta volna, éhesek vagytok, oldjátok meg saját magatok, menjetek és keresetek magatoknak, én nem vagyok köteles nektek ételt is adni. De Jézus Krisztus azt akarta, hogy megmutassa, hogy ki ő. Azt akarta, hogy ilyen szempontból is beavatkozzon életükbe, és leckét adjon számukra. És ezért Jézus Krisztus megkérde a tanítványait, és először Fülepet kérdi meg, mondjad Fülep, neked mi a véleményed? Próbáljuk azt a dolgot megoldani? És azt mondja, próbáljuk. Minden problémát kétféleképpen lehet megoldani. Csak kétféleképpen. Emberileg és istenileg. Mi nagyon sokszor emberileg gondolkodunk, és emberi módon akarjuk megoldani, viszont Istennek számos más megoldása van. És Vájtestén mondja, ahol mi emberileg már nem kapunk semmiféle megoldást, Istennek még száz és száz megoldása van. Ezért Isten ezt a feljegyzést azért hagyta meg, hogy ahol emberileg tehetetlenek vagyunk, Istennek sok megoldása van. És megkérdezte Fülepet, hogy te mit csinálnál, hogy oldanád meg? És azt mondja, hogy emberileg lehetetlen, mivel amennyi pénzünk van, abból nem lehet kenyeret venni. Miért kérdezte meg Fülepet? Az ige azt írja, hogy próbára tegye őt. Ez a csoda már másfél éve azután történt, hogy Jézus megkezdte földi munkásságát. Jézus elválta volna legalább a tanítványaitól azt, hogy másfél év után ismerjék meg, hogy ki ő. Sajnos a tanítványok mégis emberileg gondolkoztak Jézus Krisztus mellett. Jézus azt várta volna, hogy ha te itt vagy, semmi probléma nincsen, te meg tudod oldani. Mi bízunk benned. Egész biztos, hogy lesz mit enni. De lássuk, hogy még másfél év után is a tanítványok emberi módon próbáltak megoldani a dolgokat Jézus mellett. Utána megkérdezte Andrást. András már gyakorlatilag volt, és azt mondta, hogy én körülnéztem, és találtam egy gyermeket,
akinek van valami becsomagolt étele, otthonról úgy küldte az édesanyja, hogy kapott eledelt, és ez kész volna, hajlandó volna, hogy felajánlja ezt az eledelt. De mi ez ennyi embernek? És Jézus Krisztus közbelép, és a problémát megoldja. Jézus Krisztus emberileg lehetetlen problémát meg akar oldani mi életünkben is. A kérdés az, hogy engedjük? És hogy Jézus Krisztus problémáinkat megoldja, hogy életünkbe beavatkozzon, hogy sorsunkat vezesse, ennek bizonyos feltételei vannak. És ezeket a feltételeket teljesíteni kell, és most azt figyeljük meg, hogy Jézus mire tanít bennünket. Milyen feltételeket kell teljesíteni ahhoz, hogy Jézus életünket irányítsa, hogy életünket vezesse, hogy be tudjon avatkozni minden nemű problémáinkba. Az első feltétel a következő. Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Miért mondta Jézus Krisztus, hogy össze kell szedni a megmaradt darabokat? Azért, mert akik ott részt vettek, két nemű kötelességük volt azokkal szemben, akik nem tudtak részt venni, és családtagjaikkal szemben. Vinni nekik a lelki áldásból és a fizikai áldásból. Sokan nem tudtak eljönni, otthon maradtak. De Jézusnak az volt a terve, hogy aznapi áldásból, úgy a lelki, mint a fizikai áldásból részesüljenek azok is, akik nem tudtak eljönni. És össze kellett szedni a darabokat is, és azt is szétosztotta, és elküldte azokkal, akik jelen voltak, azoknak, akik nem tudtak jelen lenni. Mit jelentene ma ez az ige számunkra? Szedjétek össze a morsákat, a darabokat. Ha figyelemmel hallgatnánk minden prédikációt, egy-egy papírra fel tudnánk jegyezni egy-egy ige morzsát, egy-egy töredéket a prédikációból, ami nekünk tetszett, ami nekünk szól. És ezt a morzsát hazavíve a következő héten tanulmányoznánk, gondolkoznánk felette, és hozzá igazodnánk, mert az igazságnak nem csak hallói, ismerői, hanem megtartó is kell legyünk. Mi volna a gyülekezeti közösségünk életében akkor, hogyha az olyan testvérek, akik egészségesek voltak és el tudtak jönni, feljegyeznének egy pár ige morzsát, és szombat leteltével másnap, vasárnap elmennének azokhoz, akik nem tudtak eljönni, hogy ők is részesüljenek az eledelben, a lelki áldásban. Jézus azért mondta, hogy a morzsákat gyűjtsétek össze, hogy akik nem voltak ottan, azok is részesülnek. Milyen volna a gyülekezeti életünk, gyülekezeti közösségünk? Hogyha gondolnánk azokra, akik nem tudtak részt venni, hogy kapjanak ők is az eledelbe. Ezért jó volna meggondolnánk azt, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk az igéknek. Én nekem vizuális memóriám van. Én semmit nem tudok észbe tartani, ha nem jegyzem le. Rengeteg könyvet jegyeztem ki, és ezáltal jobban rögzül az olvasott dolog. Kijegyzetelem, és tudom, hogy mi hol van. És rengeteg prédikációt leszoktam jegyezni, főbb gondolatokat. És még elő szoktam szenni, és akkor eszembe jut, hogy hol hallottam, ki beszélt, és mi volt a tanulság. Ajánlom a testvéreknek is, hogy jöjjenek és egy noteszel, egy pixel, ceruzával, főbb gondolatokat jelent, és akkor egész héten ezekből a morzsákból táplálkozhatunk. Mert egész biztos úgy jártak a testvérek is, mint ahogy én jártam. Vasárnap este már meg sem tudtam mondani, hogy miről beszéltek. Esetleg eszembe jutott, hogy ki beszél, de hogy miről, azt már nem tudtam megmondani. De miért? Mert nem jegyeztem semmit. De hogyha lejegyzem, akkor mindjárt előttem van, hogy ki beszélt, mit mondott, és abból mi fontos az én számomra.
Mert azért kell tudakodni az írásokat, hogy megismerjük vele Jézus Krisztust is. Ezt az írás részletet is azért olvastuk el, hogy Jézus mit akarna cselekedni velünk. Ha azt akarjuk, hogy áldását tapasztaljuk, akkor adjuk át magunkat, lényünket neki. Ő megáld, megszoksorosít mindazt, amit átadunk neki, megváltoztat, és általunk mások is meg lesznek áldva, és Isten áldásában részesülnek. Segítsen meg bennünket a jó Isten, hogy ezeket a szabályokat betartsuk. Minden áldás feltételekhez van kötve. Most megtanultuk azt, hogy Jézus akar vezetni bennünket, megtanultuk azt, hogy irányítani akarja életünket, minden apró problémában hozzáfordulhatunk, de ezeket a feltételeket tartsuk be. Segítsen meg a Jóisten arra, hogy mikor eljön országában, mondhassa nekünk is, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Amen. Testvéreim, hálásak lettünk Istennek ezen békés, boldog délelőttért, az ígéjét, amelyet hallottunk. Záróénekként énekeljük együtt az 534-es számú éneket. 534. Keresztény vagy?
hát mondjunk, mennyei atyánk azért, hogy itt lehetünk szent lábadnál. Megköszönjük ezt a nagy előjogot, hogy megtiszteltél bennünket jelenléteddel. Megköszönjük azt, hogy tanítottál és oktattál bennünket, és megköszönjük azt, hogy mintaképet állítottál előttünk. Segíts meg agyat, hogy kövessük a mintaképet. Segíts meg arra, hogy hajlandók legyünk énünkről és ön akaratunkról lemondani, és átadjuk magunkat teljesen neked. Agyad, hogy bízunk benned, hogy amit rád bízunk, te azt visszaadod nekünk megsokszorítva, és megáldod bennünket, és általunk mások is áldásban részesülnek. Agyad, hogy tapasztaljuk ezt, és agyad, hogy ez mindennapival váljon életünkben. Kérünk a további percekben, légy velünk, és agyad, hogy délután megint tudjunk veled találkozni. Agyad, hogy a részesített áldást ne tartsuk meg magunknak, hanem másoknak is el tudjuk vinni, hogy mások is áldva legyenek ezáltal. Köszönjük, hogy meghallgatsz, hallgassál meg szent neved által. Amen.
testvéreim! Köszönjük Kóstestvérnek a szolgálatát, és az Úr adjon neki még erőt, bátorságot, józan gondolkodást, hogy még sokszor tudja szólni Istennek ígéjét. Délután Isten tiszteltünk 5 órakor kezdődik erre. Szeretettel várunk mindenkit.